Aztán még kellett ide. Nem örült az autóját beborító hónak ez a szexádi férfi. Már a hajnalban neki át letakarítani a kocsiját, hogy el tudjan indulni dolgozni. Éjszaka itt szexádon még intenzíven esett az ónos eső, hajnalra viszont a csapadék már megfagyott, így mostanra nagyjából 5 cm-es hóborítja a járdákat. Lapátolni kellett a friss havat a lakóházak elől. Ez a nő azt mondta, nem zavarja, hogy a februári havazás miatt már hajnalban dolgoznia kell. Én szeretem. Én mindig családi házban laktam. Nem régóta lakom itt, december elejétől. Én szívesen lejövök. Jó levegő. Hosszú sorokban szoktak várni a munkába sietőkenél a szexádi lángososnál reggelente. Most itt sem álltak meg olyan sokan, mint általában. Ilyenkor azért kevesebben jönnek, ugye nehezebb a közlekedés, vidékről csúszás van, nem érnek be a munkahelyre, úgyhogy most lehet, hogy nincs idő megállni. A meteorológiai előrejelzések szerint Tolna megye nagy részén szerdán is lehet majd havazásra számítani. Igaz, a szakemberek szerint a téli időjárás akkor már valamivel barátságosabb arcát mutatja majd.